A legkisebbek gyorsan otthonosan érezték magukat az újvárosi bölcsödében Tolnán, a településen élők több évtizedes vágya valósulhatott meg a beruházással, hiszen eddig csak magánintézményeket tudtak igénybe venni a családok. Azt a feladatot, amit egyébként meg valakinek el kellett látnia, tehát a kisgyerekeket, valakinek gondoznia kellett, eddig magánbölcsödék családi napközik látták el ezt a feladatot, és korábban magukat a bölcsödéket, az utóbbi években pedig azokat a szülőket támogattuk anyagilag, akik a gyerekeiket oda jártak, vagy oda járatták. Én azt gondolom, hogy 2023. szeptember 1-én új időszámítás kezdődött, és megnyílott a városi bölcsöde, ami, hát én remélem, hogy aki itt van, az mindenki ugyanazt érzi, amit én, ez gyakorlatilag egy csoda. De hát nagyon, nagyon hosszú út vezetett ehhez a csodához, hiszen azon túl, hogy vágytuk azt nyilván, hogy legyen bölcsödénk, kellett a lehetőség. És 2019-ben adódott az a lehetőség, hogy pályázatot tudtunk benyújtani. Az önkormányzat akkor 450 millió forintra nyújtott be támogatási kérelmet, amit sikeresen el is nyert. Így a Bartók Béla utcai intézmény teljes mértékben állami támogatásból jöhetett létre. Tehát a korábbi topos pályázataink, amik a TOP-ban, a területi operatív programban az Európai Unió és Magyarország támogatásával valósultak meg. Ugye itt az évek múlásával mindig egy kicsit alul prognosztizáltuk az árakat, és többlettámogatás igényt nyújtottunk be, amit egyébként Magyarország kormánya mindig támogatott, tehát nekünk magunknak nem került ez többbe. De a bölcsőde volt az egyetlen, ahol jól számoltunk már az elején. És 2019-ben benyújtottuk ezt a pályázatot, de hát valamennyien tudjuk, hogy fenekestől fordult fel az életünk. Tehát egy évvel később világjárvány, aztán gazdasági válság, háború a szomszédos országban. Tehát olyan dolgok jöttek, amikre nem tudtunk korábban felkészülni, hiszen nem is tudtuk, hogy ilyesmi 21. században lehetséges. De közben ment a maga útján a bölcsőde projektünk, és hogyha nem baj, akkor egy kicsit külön választom magát a projektet és magát a kivitelezést. Nyilván összefugg, hiszen a projektből valósult meg a bölcsőde, de az, hogy találtunk egy remek tervezőt Lukács István személyében, és az, hogy találtunk egy remek menedzsment csapatot, ami időközben változott, de remek kollégák, a kezdetektől remek kollégák voltak azok, akik ezt végrehajtották. Nyilván a kettő összefüggött, de mégis valamilyen szinten külön mozgott. Tehát ahogy korábbi főépítész úr, Lukács István ugye Tolnaváros főépítésze volt, és nagyon, nagyon sok minden tervezett ő már ebben a városban, és azt gondolom, hogy jó döntés volt, hogy ráesett a választásunk. Ő megálmodta ezt az épületet, szakértők segítették abban, hogy egy 21. századi bölcsöde is ne csak épületében vagy infrastruktúrájában, hanem majd később a használatban is, és az eszközök tekintetében is ez egy tényleg egy nagyon szép és nagyon nívós létesítmény legyen. A bölcsöde 24 férőhelyes, 2 12 fős csoporttal indul, de a jövőben akár még egy csoportszobával is ki lehet bővíteni a létesítményt. Megtervezték, engedélyeztettük, kiválasztottuk nyilván a helyszínt, megcsináltattuk a közműveket, megindult a kivitelezés, nyilván voltak ebben is fennakadások, de aztán minden jól sült el, és mellette ment a projekt a maga útján, ami függetlenül attól, hogy megnyílott a bölcsőde szeptember 1-én, azért azt is el kell mondani, hogy ez még nem feltétlenül záródott le. Tehát maga a pályázat menete és a záró elszámolások azok egész ezért végéig kell, hogy megvalósuljanak. Tehát hosszú-hosszú évek teltek el, de megérte. És ahogy a megnyitón is elhangzott, ez a későbbiekben bővíthető, ez az épület. Tehát nagyon szeretnénk, hogyha sok-sok bölcsödét, sok-sok bölcsödei csoporttal kellene építenünk, hiszen az azt jelenti, hogy gyerekek születnek a városban, ami azt jelenti, hogy jó itt élni. És nyilván nekem magamnak is, és a képviselőtestületnek is az a célja, hogy ez egy minél élhetőbb, minél sokszínűbb település legyen. Ez egy újabb lépcsőfok. Én remélem, hogy a bölcsödei ellátás is nagyon magas színvonalú lesz, hiszen az infrastruktúra megvan hozzá, de ezt élettel az itt dolgozók és az ide járó gyerekek fogják megtölteni. Azok a szülők, akik ide hozzák a gyerekeiket, azok a kisgyermeknevelőkre a legdrágább kincsüket bízzák rá.
és én meg vagyok arról győződve, hogy jó helyre hozzák. Tehát én nagyon szeretném, hogyha minél több gyerkőc járhatna ide, hiszen nem hosszú ideig járnak bölcsödébe a gyerekek, hiszen hamarosan óvodába kerülnek, vagy néhány, akár előfordulhat, hogy néhány hónapig jár csak ide mindenki, érezze jól magát mindenki, és még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, aki bármilyen módon részt vett ebben ennek a projektnek a megvalósításában. A kivitelezés során fő szempont volt, hogy egy modern, komfortos, a 21. század követelményeinek megfelelő épület jöjjön létre, ami egyébként új munkahelyeket is teremtett a városban. 8 új munkahely tudott megvalósulni. Van egy intézményvezető, kisgyermeknevelő, Dajka és egy konyhás munkatárs, és 12 férőhelyes a bölcsöde, ami bővíthető abban az esetben, ha minden gyermek, tehát 14 főre bővíthető a létszám akkor, hogyha minden gyermek elmúlott 2,5 éves. Szerintem erre nem sok esély van, de mert hogy pici gyerekeket hoznak ide, jellemzően 2 év fölött, de hát legyen úgy, hogy minél többen járnak ide. Az ünnepélyes átadón részt vett Horváth István Tolna vármegye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője. Ő úgy fogalmazott, hogy a település az elmúlt időszakban több sikeres projektet is megvalósított. Tolna az elmúlt években nagyon sikeres volt a területi operatív programból megvalósult beruházások megvalósításában. Az elmúlt 8 évben 8 pályázat 2,3 milliárd forint értékben valósult meg, ez 100%-ban nemzeti forrás, illetve Európai Uniós forrásokból finanszírozták. Talán az egyik legszebb beruházásnál vagyunk, a Városi Bölcsödének a megvalósításánál. Ez a beruházás 450 millió forintból valósult meg, 2 új, úgymond gyermek kehelyezésére szolgáló bölcsödei szoba és ahhoz kapcsolódó játszódvar infrastruktúra valósult meg, ez is 100%-ban nemzeti, illetve Európai Uniós forrásból lett finanszírozva. Ez egy régi tartozása már a városnak a lakosság felé. Az elmúlt időszakban 2 családi bölcsöde működött a városban, ezzel az új bölcsödével mintegy 24 gyermek számára van lehetőség arra, hogy a gyermekek védelmével a szülőket is tudjuk segíteni. A bölcsödé bővítésére van lehetőség, tehát ha növekszik a gyermeklétszám a városban, akkor a bölcsöde kapacitása is növekedhet. Ami még szerintem a város számára fontos, hogy nagyon jó a bölcsödei normatív támogatás. A városnak körülbelül az üzemeltetési költségnek kevesebb, mint 10%-át kell biztosítani, a többit azt kormányzati nemzeti forrásból kapja meg a város. Az új városi bölcsödét tehát már birtokba vették a tipegők, és folyamatosan várják az új kicsiket, hiszen az épület igény esetén akár tovább bővíthető.